A Nemzetközi Valuta Alap romániai küldöttségének ajánlása ellenére ezerlejre növeli júliustól a kormány a nyugdíjpont értékét. Ezt Liaul Guca Vasilescu munkaügyi miniszter jelentette be. Reza Bakir, az IMF romániai küldöttségének vezetője múlt heti látogatásán felhívta a figyelmet a növekvő költségvetési hiányra, és azt mondta, hogy Európai Uniós szinten Romániában nő a legnagyobb mértékben a szerkezeti költségvetési deficit. Liaul Guca Vasilescu azt is hangsúlyozta, hogy március végéig elkészül az egységes bértörvény, amely kiküszöböl egy sor bérezési méltánytalanságot az állami szektorban. Ebben többek között 3600 eurós fizetést ígérnek az orvosoknak.